Itt vagyunk a számlász.hu műhely eseményén, ahol a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni. Filozófiai témákat is érintünk majd, de konkrétakat is, mint hogy például hogyan lehet a vállalkozások működésébe a fenntarthatóságot becsempészni. Különböző taktikák, stratégiák is felmerültek, de a lényeg az, hogy maga az üzleti érdek az nem tud elválni a fenntarthatóságtól. Tehát az erőforrások használata azon alapul igazából a gazdaságunk, tehát hogyha azokat hosszú távon biztosítani szeretnénk, akkor itt mindenképpen egy integrált gondolkodásra van szükség. Én azt értettem meg most ebből a beszélgetésből, hogy a fenntarthatóságnak nagyon sokféle üzleti haszna van, tehát hogy nagyon sok konkrét példa van arra, hogy hogyan lehet tényleg tételesen üzleti hasznot, tehát profitot realizálni abból, hogy valaki fenntarthatóbb irányába viszi el a vállalkozást, vagy a termék portfólióját. Akik nagyon rövid távon kell, hogy kicsikarják a megélhetést, azoknak nagyon nehéz a fenntarthatóságot, mint szempontot a napirenden tartani. És az ilyen embereknél én szerintem csak akkor van esély arra, hogy bevigyék a napi gyakorlatba ezt, hogyha de egy gyerekkorukban elvitték őket kirándulni, és látták a természetet, vagy kettő saját gyerekeik vannak, akik 15, 20, 30, 40 év múlva is akarják használni ezt a bolygót, akkor miattuk fogja esetleg megtenni? Számukra nagyon fontos a fenntartható fejlődés. A mai világban az egyik legfontosabb érték az idő. Azt gondoljuk, hogy ha az ügyfeleinknek időt spórolunk meg, akármilyen szolgáltatással, akkor azzal mindenki nyer. Az autók az a szolgáltatás, az erre egy tökéletes példa. Azt vettük észre, hogy az elsődleges szempont, ez sajnos még mindig az ár, és másodlagos szempont az, hogy ez egyébként környezetbarát vagy fenntartható-e, amit éppen vásárol. Egy igény van, és ezt a legolcsóbban szeretnék kielégíteni, és ez nem egy komplex igény. És ezért mi szerencsére abban a helyzetben voltunk, hogy mi meg tudtuk hozni ezt a döntést az ügyfél helyett, és mi kielégítjük az igényeit és a fenntartható módon. Az üzleti oldala a fenntarthatóságnak biztosítani a magának az üzletnek a jövőjét, és egyrészt a távolabbra tekintve az emberiség és a generációknak a jövőjét. Örülök, hogy hogy ugyanúgy gondolkozunk és pozitívan állunk, és optimistán állunk a dolgokhoz, de sajnos ebben a témában ez nem elég. Tehát nagyon oda kell tennünk magunkat, és tenni kell azért, hogy fenntarthatóvá tegyük a vállalatunkat. Igen, van egy tervem, és ez most egy lendületet, egy pozitív lendületet adott, hogy megvalósítsam. Úgyhogy még motiváltabb vagyok, ezért már megérte eljönni, azt hiszem. Neved, és azt is tudom, hogy nem ringozol. És ti se.